Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban az egyre többeket érintő alvászavarokról beszélgetünk, annak fajtáiról és megoldásairól. Vendégem Rédei Zsuzsanna, pszichológus, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Milyen szakaszai vannak az egészséges, úgymond normál alvásnak? A normál alvásnak több szakasza van. Mindannyian ismerjük az elmélyülés szakaszát, amikor még egy ilyen felszínes alvásban vagyunk. Ilyenkor jellemző az, hogy könnyen felriadunk. Ilyenkor jellemző az, hogy a kívülről beszűrődő hangokat, zajokat, az ilyen vegyült állapotban azt gondoljuk, hogy erről már, ezt már álmodjuk, de közben még nem, mintha csöngettek volna, és aztán tényleg csöngettek. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon, azt gondolom, hogy fogékony szakasz, az agynak egy ilyen elmélyülő szakasza, és aztán belépünk az alvásnak az úgynevezett NOREM, illetve REM fázisába, amikor pedig ez a mély alvás, az agyi hullámoknak és a mély alvásos periódusába érünk, és ekkor már majd a REM szakaszba pedig belépnek ez az álmodás szakasza. Olyankor érdekes módon a testünk úgy viselkedik, mintha teljesen aktív lenne, tehát az agyi aktivitás a nappali éberséggel egy szinten van, mégis egy ilyen alvó testben egy éber agy figyelhető meg, de nem csak a REM szakaszban van álmodunk, hanem a NOREM szakaszban is. Tehát ez az alvási ciklus. Az alvási ciklus körülbelül személyenként változó, nagyjából másfél óra. Tehát én azt tudom itt rögtön az elején egy javasolni, hogyha pihenni szeretnénk, akkor a másfél órának a többszörösét kell aludnunk ahhoz, hogy kipihenten ébredjünk, hiszen ha az alvásciklus közepén ébredünk, akkor sokkal fáradtabban kerünk fel. Ezért van az, hogy néha azt érezzük, hogy hú, viszonylag rövidet aludtam, de mégis milyen pihent vagyok, és néha az, vagy milyen sokat aludtunk, és fáradtabban ébredünk, mint ahogy elaludtunk. Mikor beszélünk pontosan alvászavarról, ezeknek a szakaszoknak mely fázisai maradnak ki, vagy zajlanak máshogy ilyenkor? Ilyenkor felborul teljesen a ciklus. Tulajdonképpen alvászavarról akkor beszélünk, hogyha az alvásunk nem pihentető. Talán ezt így tudnám a legegyszerűbben megfogalmazni, és hát ennek rengeteg fajtája van. De hogy az a baj, hogy nem mondhatom azt, hogy a keveset alvó ember már alvászavarban szenved, vagy a túl sokat alvó ember alvászavarban szenved. Tehát igazából a mérőfoka ott van, hogyha rendszeresen úgy ébredünk, és úgy telik a napunk, hogy fáradtak, kialvatlanok, és nagyon-nagyon akár ingerlékenyek vagyunk. Mikor gondoljunk már valóban problémára, mikor elég úgymond egy kávé, egy felnőtt korban, vagy pedig amikor érezzük, hogy most tényleg csak azért nem tudok aludni, mert kicsit stresszesebb napom volt, mikor forduljunk már segítségért? Ez egy nagyon fontos kritérium. Azt kell megfigyelnünk, hogy élethelyzetenként változik. Van, amikor tudjuk jól, hogy ez most egy leterheltebb időszak, rosszabbul alszunk, felszínesebb az alvásunk, többet felébredünk. Az alvászavar az ott kezdődik, amikor hetente minimum 3 alkalommal zavart az alvásciklusunk, nagyon fáradtan ébredünk, érezzük magunkon, hogy kialvatlanok vagyunk, és ez legalább egy hónapon keresztül fennáll. Ha ez van, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen első körben forduljunk orvoshoz. Gyermekeknél és felnőtteknél gondolom különböző módon zajlanak ezek a problémák. Ha esetleg néhány mondatban be lehet mutatni, hogy a gyerekeknél mit jelent az alvászavar. Igen, a gyerekeknél kétféle alvászavart különítünk el. Az egyik típus az úgynevezett diszomnia. Itt azt látjuk, hogy az elalvással vannak nehézségek. Nagyon nehezen alszik el, fél elaludni, gyakran felriad éjszakánként, többször kéri, hogy szomjas, pisilni kell, tehát hogy megszakadnak az alvási ciklusok, hogy nem meri elengedni a szüleit mondjuk az ágya mellől. Tehát ezek, amikor az elalvással, illetve az alvásnak a szaggatottságát tapasztaljuk. A másik típus, ez pedig az úgynevezett paraszomnia, amikor alvajárás figyelhető meg, nagyon gyakori gyermekeknél az éjszakai felriadás, az ágyba vizelés problémája, és ilyen helyzetekben azt gondolom, hogy érdemes húzamosabb idő után már szakember segítségét kérni. Az alvás ritmusa, szokásai hogyan változnak gyermekkorban? Gyermekkorban megfigyelhetünk
fejlődési ugrásokat, ami együtt jár az alvásnak a ritmusának a megváltozásával. Tehát én azt gondolom, hogy időnként teljesen normális az, hogyha az eddig jó alvó gyerekünkből egy picit rosszabbul alvó, vagy pont fordítva egy nehezen elalvóból egy mély alvóvá válik, de ezek csak szakaszok. Tehát figyelnünk kell arra, hogy mi a ami még egy normál fejlődési változásnak fogható fel, és mi az, amikor már valóban tartóssá válik ez a probléma. A gyerekeknél is itt nagyon fontos, hogy tartóssá válik, illetve, hogy még az alvás megváltozásán kívül változik-e az étkezési szokása, a játék tevékenysége, általános hangulata. Olyankor viszont már figyelnünk kell, és muszáj szakemberhez fordulni. És egy kicsit konkrétabban mik tartoznak ehhez a normális változáshoz? Normális változáshoz például az, hogy egy éjszakát átalvó gyerekből mondjuk felébred egyszer-kétszer az adott gyermek, vagy pont fordítva, hogy az a gyerek, aki eddig viszonylag gyakran felébredt éjszakánként, hirtelen elkezdi átaludni az éjszakát. Tehát ez mindenféleképpen egy ilyen normatív változás. Ami meg már nem normatív változás, az például az, amit említettem, hogy felriadások vannak, gyakori rémálmok gyötrik a gyermeket, egyre gyakoribbá válik az ágyba vizelés, vagy tényleg az elalvásnál olyan állapotba kerül, hogy görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy a szülők ott legyenek mellette, állandó rituálékat követel, hogy ő csak úgy tud elaludni, amivel nincs gond, az a baj, hogyha ezek a rituálék egyre hosszabbá válnak, egyre több elem kerül bele, és azt vesztük észre, hogy már 40 perce még csak a rituálékat csináljuk, mert úgy kell igazgatni, úgy kell tenni, akkor én azt gondolom, hogy mindenféleképpen forduljunk szakemberhez. És gyermekünk esetében kihez forduljunk először segítségért? Gyermekünk esetében is nagyon fontos az, hogy először figyeljük meg a gyermeket, miről van szó. Például, hogyha a gyerek folyamatosan úgy ébred föl, hogy fáradt, kialvatlan, látjuk rajta, hogy kóvályog, akkor nagyon fontos megfigyelnünk az ő alvását. Gyerekkorban is már nagyon gyakran, akár egy ormandula megnagyobbodás miatt úgynevezett alvási apnoék jelentkeznek, amik tulajdonképpen ilyen légszomjai járnak, elzárják a légutakat, ezek a megnagyobbodott mandulák, vagy egy allergiás reakció, és úgynevezett mikroébredések vannak egész éjszaka. Nagyon fontos megfigyelni, hogy horkol-e a gyermekünk. Ha ezeket tapasztaljuk, azonnal fülorgégészeti kivizsgálás. Ez az esetek döntő többségében segít. Ha ilyen nincs, vagy ezek nem segítenek, akkor azt gondolom, hogy pszichológus szakembert kell felkeresni a problémával. Ez a gyerekek része. A felnőtteknél viszont ez egy összetettebb történet, ott nagyon erőteljesen el kell különítenünk a szervi, megbetegedéssel járó alvászavarokat és a pszichés nehézségekkel járó alvászavarokat. Melyek ezek fajtái? Az úgynevezett szomatikus betegségekből adódó alvászavar nagyon sokféle lehet. Ezért mondtam azt, hogy mindenféleképpen felnőttként, hogyha tapasztaljuk azt, hogy hetente minimum háromszor és egy hónapon keresztül legalább fennáll az alvászavar, akkor azonnal forduljunk orvoshoz. Nagyon rossz, és azt gondolom nagyon káros az, hogyha azonnal orvosi felügyelet nélkül bármilyen gyógyszerhez nyúlunk, vagy bármilyen nyugtatóhoz. Ez nem megoldás. Ki kell vizsgálni mindig, hogy áll-e az alvászavar hátterében valamiféle szomatikus tünet. Mik lehetnek ezek a betegségek? Például kardiovaszkuláris megbetegedések. Nagyon gyakori szív- és érrendszeri betegségeknél, hogy az alvászavar az első tünet egy komoly betegségnél. Nagyon fontos az alapos kivizsgálás. Ilyen betegség lehet a légzést akadályozó megbetegedések, akár itt az allergiára gondolok, fülorgégészeti megbetegedések, a tüdőnek különböző betegségei. Ugyanide tartozik például
amikor gastrointestinális megbetegedések vannak, tehát gyomor, gyomorbélfekély, reflux ide tartozik, ezek is zavarják az alvásunkat. De akár mozgásszerű megbetegedések, veseelégtelenség, tehát hogy rengeteg olyan betegségünk van, aminek akár az első, vagy akár a vezető tünete az alvászavar. Rendkívül fontos a kivizsgálás. És akkor, ha mindenünk negatív, akkor jön az, hogy valószínű pszichés tényezők állnak a háttérben. Ilyenkor hogyan tud segíteni a szakember? A szakember legtöbbször megpróbálja először megtalálni a helyes diagnózist. Tehát, hogy mi az, ami miatt zavart az alvásciklus. Ez most egy éppen aktuális élethelyzet, egy erős stresszel járó helyzet. Azt tapasztaljuk amúgy, hogy a szorongásos tüneteknek a vezető tünete az alvászavar. Nagyon riasztó adatok is vannak, hogy az embereknek körülbelül a szorongásos megbetegedéseknél a 68% alvászavarral küszködik. De akkor megnézzük, hogy most itt valamiféle pánikbetegség, generalizált szorongás, depresszió, mindegyiknek nagyon-nagyon fontos eleme az alvászavar. Mi áll a háttérben, és ha megtaláltuk, akkor ebbe az irányba tudunk elmozdulni, és a helyes terápiás megközelítéssel tudunk segíteni. És ha nem ismerjük fel, hogy nekünk már ilyen problémánk van, akkor gondolom egy-egy altató gyógyszer is segítség lehet. Mikor kell azonban ezt már fokozottan figyelni, hogy mégse erre szokjunk rá, hanem inkább elmenjünk és keressünk egy pszichológust? Én azt gondolom, hogy ha negatívak az orvosi leleteink, akkor nagyon gyakran írják föl az orvosok az altatót. Ez első időben segítség lehet, hiszen a kialvatlanság az nagyon komoly megterhelés a szervezet számára, mind pszichésen, mind fizikailag. Ez egy létszükséglet, nem lehet nem aludni. Tehát ez muszáj, és az altatók egy rövid ideig segítségünkre vannak abban, hogy a szervezet visszanyerje azt az optimális működéshez szükséges állapotát, amiben már jól tudunk funkcionálni. Igen ám, de ha nem szüntetjük meg a mögöttes okokat, akkor tulajdonképpen egy ilyen ördögi körbe kerülünk, nem tudok elaludni, beveszem a gyógyszert, alszom, de ugyanúgy szorongok, depressziós vagyok, pánikbetegségem van. Tehát ez egy ilyen tüneti kezelés. Azt gondolom az elején fontos, de egyáltalán nem lehet megoldás az alvászavarra. Említette, hogy különböző egészségügyi problémákhoz vezethet a kialvatlanság. Melyek ezek közül a leggyakoribbak, egyet-kettőt, hogyha meg tudunk említeni? A leggyakoribb az általában a hétköznapi helyzetekben jelentkezik. Tehát figyelmetlenség. És hát egy nagyon triviális dolog, az emberek többsége vezet, közlekedik. Ha nem mi vezetünk, akkor felülünk egy buszra például, ahol nem nagyon örülünk neki, hogyha mondjuk a buszvezető kialvatlan. Tehát, hogy a figyelmünk az az elsődleges, ami tompul, ami a reakcióidőink meghosszabbodnak. És hogyha nem is emberek élete múlik rajtunk, hanem mondjuk ülünk egy irodában és dolgozunk, akkor is a munkánk minősége jelentősen leromlik. Egyszerűen a szervezet elkezd leépülni azáltal, hogy nem alszunk, és nagyon, nagyon rossz fizikai és nagyon rossz pszichés állapotba kerülhetünk. Ezért fontos az, hogy mindenféleképpen kivizsgáltassuk magunkat, hogyha ez a helyzet fennáll, és nem a tüneteket megpróbáljuk meg csökkenteni, hanem az okokat próbáljuk megkeresni. Gondolom azért vannak egy-két ilyen öngyógyító módszerek is, esetleg a sport, meditáció segíthet-e a kezdeti tünetekkor? Így van, mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy fontos azt megtalálnunk, hogy számunkra mi szükséges ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk aludni. Mondok egy példát, ha valaki olyan munkát végez, hogy késő este ér haza. Amikor munkából hazaérkezünk, akkor nagyon nehéz rögtön elaludnunk. Pedig hát ő tudja, már hajnali 1 óra van, most értem haza, pihennem kell, mert nem sokára kelnek a gyerekek, és nem működik. Tehát, hogy muszáj lenyugodnunk, muszáj megteremtenünk az alváshoz szükséges optimális feltételeket. Tehát
fontos azt látnom, hogy ha én mondjuk egy olyan munkát végzek, hogy későn érek haza, már amikor kilépek a munkahelyemről, mi az a folyamat, amin keresztül tudok menni, amikor el tudok csendesülni. Mint ahogy a gyerekeknél sem azt várjuk, hogy bejönnek a játszótérről, gyorsan letusoljuk őket, és már aludj. Tehát nem így működik, hanem van egy ilyen esti rituálé, lekapcsoljuk a fényeket. Ezek is nagyon fontosak, hogy olyan környezetet teremtsünk magunk körül. Felnőttként is nagyon fontos, ne legyen semmiféle világítás a szobába. A legapróbb fény is megzavarja az alvás ciklusunkat. A mély alváshoz sötétség szükséges, hormonálisan, a megfelelő hormonok termeléséhez kellő sötétség szükséges. És valóban, hogyha egy stresszes munkát végzünk, akkor iktassuk be azt, hogy munka után elmegyünk sportolni, amivel azok a feszültségek levezethetők, és nem az alvásciklusunkat fogja megzavarni, hanem szépen kimozogjuk magunkból. Tehát fontos az önismeret, tudjam azt, hogy számomra mi az, ami a lenyugodáshoz, a megnyugváshoz, a pihentető alváshoz szükséges. Forró fürdő, egy jó könyv, vagy egy jó zene hallgatása elalvás előtt. Milyen szakemberek és orvosok foglalkoznak még az alvászavar problémáival? Alvászavarra, hogyha azt látjuk, hogy mi mindent megtettünk, kivizsgáltattuk magunkat, és tényleg megfutottuk azokat a köröket, amikről itt az előbb beszéltünk, akkor már ma Magyarországon működnek alváscentrumok, ahova elmennek beutalóval, be lehet menni, és ott nagyon erre specializálódott szakemberek és eszközpark áll a rendelkezésre, ahol tudnak ezügyben segíteni. Én azt gondolom, hogy első körben próbáljunk magunknak segíteni, második körben orvos, harmadik körben pszichológus, és utána pedig egy speciális, erre szakosodott intézménybe kell elmenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, sajnos lejárt az időnk. Örülök, hogy elfogadta a meghívást és magasztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újabb témával várom Önöket, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!